A lakosság többsége még mindig nem rendelkezik a vagyonáról halála esetére. Az utóbbi egy évben azonban kimutathatóan megnövekedett a végrendeletet írók száma. Ebben az ügyvédi irodában is az elmúlt időszakban sokkal több ilyen dokumentumot készítettek, mint a megelőző években. Nyilván sok esetben elég egy beszélgetés, mert sokan akkor is végrendeletet akarnak készíteni, amikor a gyermekeikre kívánnak hagyni mindent, mindenféle változtatás nélkül, és akkor az öröklési jog tudásának hiányában azt gondolják, hogy a végrendelettel oldható meg. Ilyenkor elég egy beszélgetés, de mindenképpen azt ki lehet jelenteni, hogy megnövekedett az igény a végrendelet, illetve a halál esetével kapcsolatos öröklési kérdéseknek a megismerése tárgyában. Fiatalodott az a korosztály is, aki végrendelkezik. Eddig megfigyelhető volt, hogy inkább az idősebbek gondoskodnak vagyonuk elosztásáról, a vírushelyzet miatt azonban egyre többen tesznek óvintézkedéseket egy esetleges halálesetre felkészülve. Nyilván ez nem 20-30, tehát ez inkább az 50-es években lévő emberek, 40-es évek vége felé járó emberek kapcsán merül fel. Ez alatt azért nagyon ritka, hogy valaki végrendeletet kívánna készíteni. Végrendeletet akár saját kezüleg is el lehet készíteni, de egy ilyen dokumentumnak szigorúan meghatározott alaki és tartalmi követelménynek kell megfelelnie, hogy érvényes legyen. Viszont egy apró hiba is elég ahhoz, hogy megtámadhassa azt valaki a későbbiekben, az örökösök vagy más arra jogosult személy. Nem utolsó sorban pedig elő is kell kerülni a végrendeletnek a hagyatéki eljárásban, hogy figyelembe vehessék az elhunyt végakaratát.